Sziasztok, agroinformosok! Hát nem véletlen állok itt ezzel a dobozzal a hónom alatt, hiszen gondolom már többször ti is beleszaladtatok abba a problémába, hogy valamit megrendeltetek a neten, és hát azt hittétek, hogy ott lesz kulcsra készen, de hát azért még kicsit kell vele dolgozni, vagy össze kell szerelni, mint egy jó IKEA-s bútort. És ugyanígy az Oleomag termékei is egyébként megérkezhetnek postán, vagy át tudjuk őket venni akár személyesen is. Itt van velem Tamás. Szia, szia. Tamás! Hogyha nem szeretnék ezzel otthon bajlódni, akkor mi a teendőm? Hát, hogyha nem szeretnél otthon bajlódni, akkor be tudsz menni bármelyik üzletünkben, és kérheted azt a szolgáltatásunkat előre, a megrendelésen, vagy ott személyesen, hogy összeszereljük a gépet, és beüzemelve adjuk át. És maga egyébként a kiszállítás az milyen gyorsan történik? Kivel csináljátok? Alapvetően kettő logisztikai céggel szállítunk, az egyik az MPL, a másik pedig a Foxpost. Szuper. És itt van velünk Gábor, bocsánat, hogy igyekszem, hogy mindenki a képbe legyen. Gábor, segítesz ezt nekem gyors összedobni? Nagyon. Szuper. Na, megrendeltem az Oleomag motoros fűrészemet. Az első és legfontosabb, amikor eltávolítjuk a szalagot, ezek a legszebb hangok, hanem mikrofonok. Mi van magában a dobozba, amint hozzám megérkezik? Hát, maga az eszköz. Maga az eszköz megérkezett. És igen, és akkor ilyenkor szokott meglepődni az ember, hogy nem így képzelem el. Hát láncvezető, így úgy amúgy, de ezt szerintem pikpak össze lehet szerelni. Azt mondták, hogy 3 perc. Ugye? Nagyfater azt mondta, pénz meg bicska, mindig legyen nálad, akkor nagy baj nem lehet. De segítek innen legyűrni. Hozzájáruljak én is a dologhoz. Na, és akkor mit találunk magába a dobozba? Találunk hozzá kapásból egy szerszámot. Ez elég ahhoz, hogy összerakjuk? Igen. Semmi más? Ez nem kell egy ilyen profi szerviz? Nem kell. Jó, oké. Okay. Tehát találunk a dobozba egy a géphez való lapot, a géphez tartozó láncot. Figyeld a kezemet, mert csalok. A röngtámaszt, amit praktikusságból nem raknak fel, mivel ez olyan hegyes, hogy nehogy szállítás közben balesetet okozzon, és utána, mikor miután szemrevételezésen meggyőződtünk a gépnek az épségéről, hogy ez utólag már ne okozzon esetleg kellemetlenséget vagy balesetet, akkor neki látunk az összeszereléshez. Kapsz tőlem egy mikrofont, és akkor szerintem még a hangod is lényegesen jobb lesz. Köszönöm. Na szóval a menetirány szerinti jobb oldalon kezdünk. Addig hadd kérdezzek már tőle egy kérdés, hogy kinek ajánljátok ezt a gépet? Ez háztartási felhasználás, vagy esetleg fakitermelésnél, erdészetekhez, vagy van ennek nagyobb testvére? Vannak nagyobb testvére is ebben a termék portfólióban, de ezt kimondottan ezt a GSH560-at otthoni használatra, és ez a gép az otthoni használat tekintetében is az egyik legnagyobb teljesítménnyel bíró termékünk. Bátran tudjuk ajánlani az otthoni fa felvágáshoz, felaprításhoz, illetve a kisebb, közepes rönketnek a felvágásánál. És látom azt, miközben Gábor szerel, hogy vannak egyébként ehhez saját kenőanyagok, amiket használtok. Maga a gép, hogy ez egy kétütemű motorral rendelkezik, milyen keverési arányt javasoltok hozzá? Mert ugye van az 1.25-ös, van az 1.50-es, ugye amikor 50 liter benzinhez keverünk 1 liter olajat, és hát mindenki visszaosztja a maga arányait. Ti mit javasoltok? Mi azt szoktuk mondani, hogy a gyári termékeknél, tehát a ProSyn termékek esetében 1:50-es keverési arányt, minden más, ami nem gyári, ott pedig 1:25-ös keverési arányt szoktunk ajánlani. De hát nagyon fontos, hogy ezeket a termékeket mindenféleképpen megvásárolják, mert a hosszabb tartó használathoz ez nagyon fontos, hogy megfelelő minőségű kenőanyagokkal és üzemanyaggal használjuk a gépet. Ha nagyobb egyébként egy 40-es keverési arányt használ, az gond nem lehet, ugye? Nem. Közben már a láncvezető is felkerült a helyére. Igen, igen. És most maga a lánc. Így van, jön a lánc. Amikor faterral vágtuk a fát régen, akkor minden nap a kezembe adott egy ilyen kis kézi
köszörűt, és mindig szépen a láncot nekem meg kellett köszörülnöm. Itt a napi szintű karbantartásnál mire kell figyelni, amikor egy napot dolgoztál a géppel, akkor utána mi az, amit át kell nézni, mi az, amit használni kell rajta? Tehát mindenféleképpen ugye, hogyha az első üzembehelyezés megtörténik, akkor azért legyen nálunk lánckenőolaj, legyen nálunk az orrkerék zsírzásához zsír, és nyilván folyamatos utánpótlás legyen a kétütemű motorolajból, és a használatot követően tisztítsuk meg a gépet. És nem csak a külső elemeire gondolunk, hanem ilyenkor érdemes azért a levegőszűrő házat is levenni, kitisztítani, illetve... És Gábor majd laza mozdulattal ezt így meg van. Is mutatja nekünk. Hogyan javaslod a tisztítást? A légszűrőt szét tudod pattintani egy igen lazó mozdulattal, és belülről kifele fújjuk mindig, hogy ne kerüljön vissza, illetve a szűrő háló ne duguljon el még jobban. Tehát mindig belülről kifele fújjuk azokat a légszűrőket, amik szétszedhetők. És csak fújod, vagy láttam még ilyen házi praktikákat, most a régi motoros időket nézem, amikor a karburátort beleáztattuk benzinbe. Tiszta benzinnel ki lehet mosni, vannak különböző tisztítós prék, azokkal ki lehet fújni, de mindig belülről kifele. Szuper. Van még olyan dolog a napi karbantartásnál ezen kívül, amire ajánlottod a figyelni? A gépnek a tisztítása az, ami nagyon fontos, mert ugye ezek a finom porok, forgácsok, ezek olyan helyre kerülnek be legtöbbször, ami gátolja a szellőzését a motornak. Tehát nem fog rendesen hűlni a motor, túlmelegszik, és az bizony gondot okoz. Szuper. Hát akkor dobjuk össze, most már nincs sok hátra, én úgy látom, hogy már... Igen, már nem sok van hátra. Olyan többes számban beszélek, mintha bármihez is hozzányúltam volna. A láncfeszítőnek a kis picike kis körmét, az be kell először illeszteni a lapnak a megfelelő furatába, mert ha nem megy bele és ráhúzod a fedelet, ez el fog törni. Ez a jó helyen van. Ez tökéletes helyen van. Picit meghúzzuk a csavart, azért picit, mert még be fogjuk állítani a lánc feszességet. A láncnál jó, ha figyelünk a megfelelő irányra, mert fordítva is fel lehet rakni a láncot. Hogy tudjuk megállapítani, hogy jó az irány? A lap felső részén a vágószem előrefele nézzen arra. Hátul vagy alul pedig hátrafele nézzen. Ugye most annyira nagyon laza a lánc a felszerelés miatt, hogy a láncfeszítő csavar megfelelő irányba forgatásával tudjuk feszíteni a láncot, amit ha meghúzunk fölfele, úgy, hogy a gép még nem emelkedjen föl, mert ugye még igazodni fog egy picit, akkor állítani kell egészen addig, amíg teljesen jó nem lesz. Mi a jó? Meg az se jó, hogy teljesen ráfeszítve. Az se jó, ha nagyon meg van feszítve, és az se jó, hogyha nagyon laza. Hogyha egy kényelmes, 1 kg-os felhúzással a belső láncszemek nem érhetnek ki a lapból. 1 kg-os felhúzás. Durván. Szuper. Tehát húzzuk fölfele a láncot, és már is húzhatjuk a csavart a végleges helyére. Ezt követően Isten igazából az összeszereléssel készen vagyunk. Ezt követően kell nekünk ezt feltölteni üzemanyaggal. Így van, de előtte ellenőrizzük a láncféket, ami nagyon fontos. Ezt még egyszer? Ebben az állapotban nem szabad mozogni a láncnak. Ja, amikor ez előre van. Így van, így van. Ez azért van így kitalálva, igen, hogyha a gép akarva, akaratlan téged fejbe akarna vágni, akkor már álljon a lánc, hogyha eléri a kritikus területet. Kritikus fejére. Így van. De így se felejtsük el a munkavédelmi eszközöket egyébként. Így van, a munkavédelmi eszközök használata nélkül. És most jön a tankolás. Ez az egyik nagy kedvencem egyébként. Védi a szemedet meg a fejedet is, hogyha ráesik az ág. Bocs. Ugye van az üzemanyag, ami keverék üzemanyag lesz, illetve van a lánckenő olaj, ami hát lehetőleg jó fajta
olaj legyen. Nagyon sokan használnak nem belevaló olajat, ami nagyon hamar a gépnek a károsodásához vezethet. No kérem tisztelettel, most lássuk az üzemanyagot. Először a benzin vagy az olaj? Mit javaslunk? Először a benzin. A benzint azért, mert ha nincs elegendő benzinünk, ahhoz még tudunk megfelelő mennyiségű olajat rakni, de viszont ha az olajat előbb beöntjük, és nem lesz annyi benzinünk, akkor túl dús lesz a keverék. Ezt kérem tisztelettel eddig a vonalig feltölteni. Ott tegyük le, hogy... Biztos, hogy jól állja? Hát jó, hogyha vízszintes részen nézzük. A benzin illata. Na nézzük. Jaj, de jó. Ez fantasztikusan kicsi. És utána jó minőségű, tehát nem győzöm kihangsúlyozni mindig, hogy jó minőségű olajat használjunk. Tehát ne higgyük el a gyártóknak azt, hogy ők tudnak jó minőségűt, azért tapasztalat, további adatgyűjtés útján azért járjunk utána, hogy az még az illata is fantasztikus. És ezt a következő szintig fogjuk tölteni. Feszülten figyelek. Nagyon jó. És most jön a rumba. Lazaség mozdulat. Csurik töltöd egyébként? Szerintem első használatnál ne töltsük, de utána már a munkavégzés során, hogy ne kelljen többször, mindig többször ezt eljátszani. És miután feltöltjük egyébként, mi az a régi zsigulikat tudom mondani, amikor hazahoztuk, azt is mindig, hogy járassuk meg bármi egyéb, vagy én feltöltöm és egyből neki esetek a fadulni. Nem javasoljuk. Azért egy pici járatás legyen, talán egy fél tank járatás legyen, egy pici melegedés legyen. Ismerkedjünk a géppel, halljuk a hangját, érezzük a rázkódását, hogy mit mesél nekünk a gép, és utána óvatosan, nem vastag fával, ismétlem, nem vastag fával, de el lehet kezdeni a... Tölcsér. Volt egy tölcsér. Elhagytad a tölcsért? Igen. Az agyban megkönnyíti a dolgot. Ó, fantasztikus. Igen. Mekkora a tankja egyébként, hogy állnak a gépnek? 7 deci. 7 deci. Az a mennyi tudok dolgozni, hogy most tudom, ez függ a vágásnagyságtól, meg a fától. Mennyi tudok dolgozni, hogy egy tankkal, hogyha úgy nézem? Az mennyi lehet az? Minden egyes láncfűrész úgy van kitalálva, hogy egy tank üzemanyagban nagyjából egy óra munkavégzés. Szóval egy tank üzemanyag az egy óra munkavégzés. Szuper, az üzemanyagunk megvan, és ezt követően ne felejtkezzünk el a láncolásról. Lánckenő olaj. Ami szintén ilyet ugyanazzal a töltsérrel. Azt látom, az Oleomaknak a teljes portfóliója megvan egyébként. Tényleg a kenőanyagoktól kezdve saját benzinje még nincsen, de az összes kenőanyagot azt biztosítjátok ezekhez. És ezek is egyébként online a pargép.hu-n beszerezhetőek? Igen, pargép.hu-n úgy vannak megszerkesztve a termékeink is, hogy egy láncfűrésznél kapcsolódó termékként ott vannak már a kenőanyagok, és karbantartási termékként is kenőanyagok, gyertyák, illetve a hozzá kapcsolódó termékek, illetve itt, amit előbb is említettél, még ugyanúgy a munkavédelmi eszközöket is meg tudják vásárolni. Szerettük volna, hogy ez a pargép.hu úgy épül fel, hogy minél egyszerűbben lehessen a vásárlást elvégezni az oldalon, és nagyon egyszerűen és gyorsan tudják kiválasztani a termékhez való kiegészítőket. És kérem tisztelettel, ami még nagyon fontos, de vágjuk bele a kezembe. Igen. Parancsolj! Látjátok, azért. Nagy fatelt tudtam. Hadd igazítsam meg, köszönöm.
Igen, nagyon fontos az, hogy most beüzemeljük a gépet. De... Igen, igen, még van egy fontos mozzanat. A lap orrkeréknek a zsírzása, hogyha rendelkezik zsírzó furattal, légy szíves, fogd meg nekem a gépet, köszönöm. Hogyha rendelkezik a gép ezzel a furattal, akkor ott a zsírozni kell. És ha és amennyiben nem rendelkezik? Akkor magának az orrkeréknek a kialakítása gondozásmentes. Ja, értem. Vagy orrpáncélosnak hívják még, aki zsíros a végét, csúszik a kezem. Várj, közben akkor olyan láncot kicsit. Igen, légy olyan kedves. Úgy megfeszítetted, mert a feszesség az jóban van állítva. Ilyenkor jön majd a munkavédelmi kesztyű, nehogy elvágjam a kezemet. Igen. Na ezért kell a kerés egyébként a legelején, hogy azt jól meg tudjuk fogni. El is szaladok a kis kesztyűvé. Nem szaladok elérte. Hogy? Figyelj, megkapta az orrát. Igen, igen, érezhetően. Érezhetően egyébként jobban szalad. Szuper. Érezhetően jobb lesz. Jó, és hogyha ha úgy gondoljuk, hogy mindennel meg vagyunk, akkor jöhet az indítás, az első indítás a gépnek. Ami nem más, mint a primer pumpa segítségével feltöltjük a karburátort üzemanyaggal. Ez egy 4-5 határozott mozdulat, utána gyújtásra tesszük, jöhet a hidegindítókar, kihúzása, koppanásig. Az első pöffenés után ugye le fog állni a szivató miatt, ami szivatókart visszanyomunk, de a gázkart még nem húzzuk meg, hogy a félgáz üzemmód az megmaradjon, és utána mehet a... Mennyi ideig járatjuk a gépet magát? Nem szoktunk ilyenkor mondani, hogy első beütőmérésnél egy pár percig menjen, itt saját állapotában, majd amikor nagyobb munkát végeznénk, akkor is figyeljünk arra, hogy ne rögtön a legnagyobb rönkkel kezdjük el pártvágni, hanem kisebb rönkökkel kezdjük, tehát a fokozatosság elvét azt próbáljuk betartani. Akkor is akkor először a kolléga, hogy ismerkedjük a géppel. Ez így van. Eddig semmit nem hallottunk, de működik a gép, pöc, pontról, tényleg pöcről kiszívható. Na a lényeg az, hogy amikor megkaptuk ezt a gépet és összeállítottuk, ami szerintem egyébként abszolút nem volt nehéz, még könnyű volt, mert itt volt Gábor és még elő se kellett vennünk a leírás, de egyébként a leírás alapján is könnyen összeállítható, sőt, aki megnézi ezt a videót, ezek után ezt könnyen meg tudja tenni. Még egy nagyon fontos kérdés az indításnál. Láttam, hogy te úgy indítod, hogy a lábad közé fogod a gépet, de azt látom, hogy itt is van egy eléggé robosztus kialakítás, szóval akkor rá is állhatok, és úgy is indítod. Így van, igen, igen, bátran rá lehet állni, bírni fogja a gép, és az a határozott mozdulat az indításnál az legyen meg. Tán megpróbálod. Megpróbálom, és ha nem haragszol, nem fogok tőletek összeszerelést kérni, mert ezt otthon is meg tudom oldani. Na, először is gyújtás. Mivel a gép már üzemelt, ezért elég csak indítani. Igen. És megpróbálom itt az előbb a lábad közé veszteni, én bátran rálépek. Hát, mi baj lehet? Na, gyerekek, én már végeztem, úgyhogy visszaadom a fiúknak a fűrészüket, nehogy azt mondják, hogy na, ez megdolgoztam. Tamás, én már elvégeztem a munkámat a mai napra. Köszönjük szépen. Mit tartogatsz a kezedben? Annyira gyorsan összerakta Gábor az egész, hogy a kezelését még elő se vettük. Igen, hát fontos tartozéka azért még a doboznak, hogy ez is benne legyen. Mindenféleképpen egy gépkönyv, egy használati utasítás, illetve egy jótállási jegy.
És szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy attól, mert esetlegesen valaki látott már láncfűrést és tett is össze, azért mindenféleképpen a használati és karbantartási utasítást azt olvassa el, mert nagyon fontos és hasznos dolgok vannak benne, és nyilván egy garanciális elbírálás esetében ezek olyan dolgokat tartalmaznak, amit kérni fogunk, és meg tudunk vizsgálni. Tehát ezért van nagyon fontos szerepe az, hogy megfelelő üzemanyagot, megfelelő kenőanyagot használjunk, mert egy esetleges gyengébb keverék feltöltésével előfordulhat, hogy a motor megsínli azt, de ha oda jutunk, hogy garanciális ügyintézést kell csinálni, akkor egy szétszerelés esetében ezt látni fogjuk, hogy a belső része az már egy kopott, hogyha nem használtunk megfelelő kenőanyagot. Most összevágtam elég fát, nem lett semmi. És a legfontosabb, amit itt mutogatsz tényleg, és itt van a jótállási jegy, mennyire a garancia? A törvény szerint sávos garanciák vannak már, de jelen esetben a gyártó erre 2 éves garanciát tud adni, amennyiben otthoni felhasználás és magánszemélyként vásárolom meg. Szuper. Fiúk, lányok, pargép.hu, oleomak. Én megyek vissza dolgozni.